Idén 31. alkalommal indította útjára a Virágos Magyarország versenyt a Magyar Turisztikai Ügynökség. A megmérettetésre önkormányzatok nevezhetnek. A kezdeményezés 1994 óta töretlen népszerűségnek örvend, évente közel 350 települést mozgat meg. A verseny zsűrije ma a Török udvarban kezdte látogatását, ahol Homoki László városi főkertész kíséretében tekintették meg a megszépült közösségi teret. Hát ez egy esőkert, ez egy csapadékvízmenedzsmentes esőkert, ami azt jelenti, hogy itt a hátam mögött, illetve a bal oldalamon lévő tetőről össze van gyűjtve a csapadékvíz, és ez bele van vezetve ebbe a hatalmas virágágyásba. A verseny célja, hogy olyan vonzó településképek épüljenek, amelyek kialakítása a fenntartható fejlődés jegyében történik. Fontos, hogy a városok és falvak lakóinak életminősége javuljon, és hogy a környezettudatos gondolkodása mindennapjaik szerves részévé váljon. A megmérettetés a természet és az épített örökség megőrzéséhez és gyarapításához is hozzájárul. Ennek tükrében a bizottság a Rózsaligetben is megtapasztalhatta, hogy városunk továbbra is mindent megtesz környezete szépségéért. Örülünk, hogy itt lehetünk. Mi szakmai zsűri vagyunk olyan értelemben, hogy mindannyian, akik a zsűri tagjai vagyunk idén, kertészmérnökök, tájépítészek, kertépítők, zöldfeletti fejlesztéssel foglalkozó szakemberek vagyunk, úgyhogy abszolút megtaláltuk a kertészeti divízióval a közös hangot, és rengeteg szakmai eszmét cseréltünk, és nagyon jó látni Fehérváron a fejlesztéseket, azt, hogy folyamatosak a fejlesztések, minden évben van megújulás, és nagyon szép a fenntartás. A siker, amelyben Székesfehérvár már számtalanszor részesült, újra megerősítheti a településért dolgozókat és az itt élőket egyaránt, hogy érdemes tenni, mert a jövő a virágos, élhető Magyarországé.